Sziasztok! Bemutatom nektek a Steelmass-nak a legújabb termékét a Kreatin családból, méghozzá a Kreatin Mono Complex nevű terméket. Ami tudnotok-e róla, egy lényegében edzés közbeni terméknek ajánlom, mert egyszerű cukorból áll a szénhidrát oldala, így folyamatosan adagolja az izomzatnak és a szervezetnek a megfelelő szénhidrát mennyiséget. Emellett ugye a Kreatin monohidrátot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 30 g-os adagban 5 g tiszta kreatin monohidrát található, így az izomsejtérfogatot is növeljük ezáltal, és taurinnal is ki van egészítve, ami pedig az energia termelést segíti elő a szervezetben, és megerősítették még B6 és C-vitaminnal. Ugye a C-vitaminról szerintem bízom benne, nem kell semmit elmondanom nektek. Alapvető fontos, én is naponta 3 tablettát szedek, ami azt jelenti, hogy 3000 mg, de erről majd legközelebb. És van benne B6 vitamin, ami pedig nagyon sokféle funkciót ugye alkalmaz a szervezetünkben, mint például az agyműködést és többnyire a szénhidrátnak a feldolgozásában is segít. Ezt a terméket kimondottan inkább tömegnövelő szezonban ajánlom nektek, mert ugye, mint mondtam, magas a szénhidrát tartalma, ami azt jelenti, hogy közel 18 g egy 30 g-os adagban. Ez a szénhidrát egyszerű cukorból áll, dextrózból, ami ugye szőlőcukor, és akkor nem kell aggódni, hogy zsírt szedsz föl tőle, mert azért is mondtam, hogy edzés előtt közbeni használatra ajánlom, mert gyorsan szívódik ez a szénhidrát, így hogyha egy kemény edzést csinálsz, akkor folyamatosan adagolja a szervezet szépen az izmoknak az energiát, és nem fogtok olyan hamar fáradni. Ízre jelenleg lime-os ízben található, 3 kg-os kiszerelésben van kimondottan, és ez 4300 forintba kerül. A terméket még kombinálták pirizoxin HCL-lel, ami az enzimek feldolgozásában, a fehérjék, a zsírok és szénhidrátok lebontásában és beépülésében segítenek. Hogy ki mekkora adagot használ belőle, ez én azt mondom inkább teljesítménytől és testsúlytól függ. Én személy szerint most már ugye 2 hete tesztelem ezt a terméket, 2,5 hete. Én ezt folyamatosan alkalmazom, és úgy érzem, hogy nekem az 50-60 g kell belőle. Ezt fölhúzik a megfelelő mennyiségű vízzel, ami nekem ideális, hogy ízhatása is jó legyen, és oldódjon is megfelelően. És így az egész edzésemet lényegében pont végig kíséri, úgyhogy folyamatosan tudom kortyogatni ezt a terméket. Íze finom, nekem ízlik, és még ami nekem egy sajátos trükköm, ezt nem feltétlenül mindenkinek muszáj így alkalmazni, de elárulom, hogy most már, hogy megjelent ez a termék, ugye használtam, mint mondtam eddig, csak BCL glutamint, L-arginint edzés közben. Na most én ezt a 3 aminosavat belekeverem ebbe a termékbe, és így fogyasztom. Nézzük az állagát és az oldódását. Láthatjátok, hogy nagyon finom porállagú. Ez most úgy kb. 30 g-os adag. Ezt kikeverjük. Fel is oldódott, nem habzik. Hogyha a termékkel kapcsolatban kérdésetek van, e-mailben, Facebookon megtaláltok. Fejlődjetek, edzetek keményen. Sziasztok!